Azt nézzétek, lakóautó vlog. Magyaroknál egyáltalán volt ilyen? Lakóbusz vlog. De gyerekek, itt rohadjak meg, hogyha ez nem király. És habatortán a legjobb, hogy még levegő is van. Szóval ebben a videóban a fajtalankodásról szeretnék beszélni. Ja nem, mert amúgy egyrészt 13 éves vagyok, az meg. Másik pedig, hogy amúgy sem senki kíváncsi a véleményemre. Harmadik pedig, hogy... Mi volt a harmadik? Na mindegy, a melegség olyan, mint a japán kultúra. Mi undorítanak találjuk, mások pedig azt szeretik. Ennyi. Köszönöm szépen. Tudom, inkább szeretnék beszélni a jelenlegi tini picsákról. Hol a picsájába, hol a valagába, hol a szájába, hol a csöcsei közé! Én most 7-es leszek, de már 6-ba, tehát nem csak úgy nálam úgy személyesen, de alapból az interneten így. Itt így a mindennapokban, ezekben a médiában, meg mindenféle ilyen helyekről sugározva, tudat alatt is, de annyira kontrollálják így a gyerekeket, hogy egyszerűen annyira megszűnik az egyediség létezni, hogy minden személy különböző egyéniség, mert mindenki azt hiszi, hogy ha felveszi azt a maszkot, aki akar lenni, akkor már minden meg van oldva, akkor már minden király, pedig rohadtul nem, mert én vagyok az egyetlen, nem én vagyok az egyetlen nyilván, vannak erre még értelmes emberek, csak hogy én vagyok így az osztályomban, na bazd meg, eltűnődök azon, hogy ez most minek kell-e. Például itt van egy gyönyörű példabeszélgetés, amikor egyik lány beküldöm csoportba a Sanyikától a Maradj az ott gyerekek covert, az mert parti van és minden, és amúgy jó, ez nem az én stílusom, nem is tudom miért írtam ezt, de így csak egy random beírtam, hogy szakadok. De amúgy nem szoktam ilyeneket írni, szóval nem tudom miért. Miért minden. Odaírja, vard össze magad. XD. Na most ezzel nem az a gond. Ugye hú, de rohadtul beoltottak, mert azt amúgy szartam rá. Csak hogy az a gond, hogy ő is elhiszi, hogy ez vicces. Meg annak neki is amúgy csak egy Facebookon ilyen óriási nagy kis szájuk van azt a való életben. Hogyha így összefutunk, tudjátok, hogy így egy osztályba járunk, néha így össze szoktunk futni, néha napján egyszer-kétszer. Akkor úgy azért, hogy csönd van. Pedig aztán én sem szólalok meg, tudom, minden. De Facebookon ott megy a királyság, ott megy. De egyébként magamból ismer, magamból kiindulva is egyébként tudok következtetni arra, hogy South Park, vannak ilyen poszterek, és mindenféle király dologot, a Marilyn Manson, Kurt Cobain, Rolling Stones, Led Zeppelin, jó, az már nem érdek. Linkin Park, put my trust in you. Pushed as far as I can go, followed it. Ez a divat, ugye a márka is beleszól ebbe, hogy hát ízét van, várjatok mi. Eddig volt ez a DC márka, az most már kezd eltűnni, úgy vettem észre, mert tegnap gondolkoztam azon, hogy is neve annak, aztán már nem is látok olyanokat, mindegy, ez a full cap vassága, ízé volt az, a Nike Air Max, 40 ezer forintos cipő. Inkább vegyetek egy ilyen 40 ezer forintos Nike Air Max cipőt, hogyha ez a divatos, mint egy 20 ezer forintos Converse art, ami még rossz a lábadra, és a nővéremnek is vettünk egyszer egy ilyen kis Converse cipellőt, nem hordja, mert szar a lábára. Én is, nekem is volt, és így nem érzem jól magamat benne, így fáj a lábam tőle. Ezzel arra akarok kiukadni, hogy ez tök jó, hogy minden, mert ez egy egészséges cipő, de basszus kulcsa, Nike a sportmárka. Ez tök olyan, mint a GoPro, hogy veszel egyet, azt a vlogolsz, mint például én csinálom most, hogy letenni mind a GoPro-t, és így most ugyanígy pofáztak, mint az előbb. De a GoPro az nem erre való, a 100 ezer forint volt, ez meg 40 ezer, és még így a ugrás sokkal alkalmasabb. Sőt, még ebbe is van egy kis torzító. Ez is teljesen ilyen. Az tök jó, hogy egészséges, de nem arra van, hogy bemenni az iskolába vele, és akkor így... Nekem izém van, nem értem. És akkor most így több lesz emberileg, hogy izé anyuci, hogy a puci vett neki egy-egy cipőt? Még csak nem is ő vette, tehát akkor én azt mondom, hogy jó van kisanyom, dolgoztál? Vettél magadnak egyet, de nem, mert anyu veszi meg, akkor miért ő menőzik? Anyunak kéne a menőnek lennie, nem? Hogy vett a kislányának ennyi pénzért izét. Hiába mondja azt, hogy a tiéd az igazából az övé, mert ő vette meg. Percig se higgyétek azt, hogy jött, hogy kicsivel, még egy nagyon picivel többek lesztek emberileg, ha van egy 40 ezer forintos cipőt. Mondjuk én alapból izé, nem vagyunk ilyen hú de rohadt gazdagok, de nem tudom, ez eddig fel se tűnt egyébként. Oké, ez minden emberben benne van, hogy ahogy Littlefinger is mondta, hogy amint, nem is tudom, hogy mondta, hogy elérhetetlenek tűnő célokat, megszerezzük, percig sem leszünk boldogok, még már is más kell. Ez annyira így van, annyira rohadtul így van. Megkapnék például egy, mit akarok nagyon, tehát például egy volt a fajta, vagy egy Iben az Iceman elektromos gitárt, és akkor megkapnám, és akkor tök fasza lenne, mert tényleg játszik, mert meg imádnám, de ezzel nem fogyott ki azoknak a listája, amiket én szeretnék kapni még, és akkor ez benne volt valami, ez a Vice Sparrow. Annyi dolog van a világon, hogy nem is baj. Mert amúgy tényleg mi lenne velünk, ez paradicsomos lehet egyébként elképzelni a mennyországot, hogy ott minden megvan, ami kell. Nincs meg minden, mert amint ott van minden, ami kell, az talán el lesz vele az ember 100 évig a lelke, vagy itt tudom én. Jó, nyilván ugye mennyország, meg izé, meg akkor már nincs test, meg izé, de a gondolkodás most csak nem változik az emberben, azt nem tudom elképzelni, hogy izé megszoknám azt a dolgot, amit ott átélek, és akkor jó, mondjuk ez vallási dolog, szóval nem értem.
És nem az, hogy nem értem, hanem ez így nem teljesen azonos a valósággal, mert hát történtek azért a Bibliában olyan esetek, amik ilyen varázsszerűek, varázslatszerűek. De most nem akarok a vallási dolgokban belemenni, majd ezt a későbbi videóban, meg amúgy is még mindig a korral jár, tehát 13 éves vagyok bazd meg. Akármennyire van egy véleményem erről, egyszerűen nem tűnik annyira hitelesnek, meg annyira ígéretesnek az én számból. Szerintem meg egy izét kéne várni, ilyen 3 évet, és akkor talán nem csak az hiteles előző, még én is gazdagodok tudással. Na még azért annyi, de még olyan sok dolgot nem meséltem erről a társadalmi beilleszkedésről, nem is erről beszéltem. Minden szóval egyébként az ember hajlandó kipróbálni minden dolgot, hogy a közösségbe, aminek ahova kötelessége járni, oda valahogy be tudjon kerülni. Ezek a tökéletes példája például, amikor valaki elkezd cigizni, és nem el kell cigizni, hanem próbálja a cigit, és akkor már menő, akkor már be van illeszkedve, hogy akkor ők már félik. Mekkora hülyeség már. De most tényleg úgy gondoljatok már bele, egy száll cigi, és beleszív az ember. Jó, marja a tüdődet, meg köhögsz minden, de ma beleszívta, és akkor már több ember vagy, akkor megint több leszel emberileg. Ez mennyivel értelmesebb lenne, ha úgy működne, hogy van egy csoport, és azok a nagy menők, te mondasz valami igazságot az életről, valami érdekes dolgot, akkor ők befogadnak melléd, mert emberileg többnek több vagy. Jó, mondjuk azok az emberek, akik általában az iskolában, ugye a mai generációt nézve nagyok, azt hiszik magukról, hogy nagyok, igazából ők a szellemileg kevesebb tudással rendelkező egyédek. Nem tudom, de valahogy ez nekem a cigi maradt meg, mert arra emlékszem. Várjátok, van ez a izé, van a tipikus nagy gyerek, aki kötekszik minden kicsivel, de erről tudok mit beszélni, szóval basszálok már meg. Miről van szó? Mert ő volt a nagy gyerek, akit féltek mindannyian. De most, hogy izé, hogy így valamennyi önvédelmi technikával gazdagabb vagyok, vesén szurkáltam jól. És akkor tudom, hogy kisgyerekekhez mindig úgy mondtad, de ilyen harmadik, negyedikesekhez, hogy Hé, te ott, kisfiú! Hé, te ott! Tudjátok, ez a megszólítás, hogy te ott, mint amikor tudjátok, az a elsőben, amikor titeket így megszólítanak, és így fosol össze-vissza, hogy mi van. Szilvás buktára pannóni a sajtot. Nem erről beszélek, tehát értitek, hogy fosol, aztán szart se értesz belőle, hogy mi van. Érted, az mindegy. Ez a gyerek, aki soha büdös életben nem verekedett még senkivel, nem ütött meg senkit, de hogy nagyon közel megy hozzád, hogy azért fossad össze magadat, hogy tudjad ki a góré. Tényleg góré hangyadnak! Mi iskolán meg olyan hasonló a többi iskolához, hogy a tanárok így igazából szarnak rá. Addig örülnek, ameddig nem kell beleszólniuk, szóval ő igazából pofán verhetne csomó gyereket. Egyszer volt olyan, megverték az egyik gyereket, szerencsétlen kis nyomi gyerek volt, és mert valamit mondott, hogy hát szarul, valaki nem találta a telóját, és akkor megverték, megrugdosták, meg jobbost ide, és akkor tanár, és akkor mondtam, hogy baszki, na ebből mi lesz, mit fogok szólni a tanár? Bejönjünk a tesi terembe, készüljetek fel. Biztos megmondjam a megfejtés. Tudjátok, mi történt? 60 éves, félig már nyugdíjas tanárunk megszólal egy bagóval a kezében a teremben. Minek kellett beleszólnod az ő dolgaikba? Csesszétek már meg, mi volt ez? Ezek a tanárokat így miért nem lehet így megfogni? Találni egy kicsi búcsú ölelést adni, és így ki***ni a p***. Nekünk is például van az osztályfőnökünk, az mindennek jó lenne. Esküszöm, mindennek. Képzeljétek el bármit, mindennek jobb lenne, mint egy tanárnak. A legutolsó, akit el tudnék képzelni tanárnak, az ő ez a tipikus csendes, nyugodt, kedves. Szóval nem kell tovább sorolnom. Tudjátok, ez az... Na jó, most már légy szíves, hagyjátok abba, mert ebből már tényleg elegem van. De nagyon fenyegetően hangzik, nem akarom ezzel leszólni. Ugye az osztályunkban rengeteg a veszekedés a két nem között. És amikor így mondjuk neki, hogy te, bocsit, osztályfőnök, tudja, te vagy itt az osztályfőnök, szóval így van egy kis problém. És akkor azt mondja, figyeljetek, elég idősek vagytok ahhoz, hogy megoldjátok ezt ti, mert ezek a ti problémáitok, és azt akkor kovácsolódtok össze, hogyha megoldjátok a problémáitokat. A legidiótább beszólás, amit egy ilyen helyzetben lehet mondani, az tuti, hogy ez. Még ha így diplomatikusan megszól és kimondja, hogy most tartál, még akkor is többet tanultunk volna az egészből, mint ez ebből a beszólásból. Mert ez így nem lehet azt mondani, hogy hát ez egy hülyeség, de mert erre konkrétan azt kell mondani, hogy és konkrétan ki kell röhögni, mert nem lehet más reagálni erre. Tinédzseres témától ez ilyen össze-vissza vlog lett. Az pedig nem jó, mert nem találok hozzá jó címet. Jó, gyerekek, ez kis ennyi volt, legyen ilyen kis iskolai. De nem, mert az meg egy másik videóhoz akarom azt a címet. Mert akkor mit tudom én, majd kitalálom. Sziasztok!